aki csütörtökön este a Szent István Művelődési Ház Szent László termét választotta kulturális kikapcsolódásul, nem csalódhatott. Az irodalom kedvelő székesfehérváriak egy megható és felemelő költői debütálásnak lehettek tanúi. A Szent László teremben mutatták be Jankú Laura moderálásával, Bakonyi István és Bobori Zoltán közreműködésével Bokros Judita kvalitásos újságíró első verses kötetét, amelynek a címe már önmagában is stílszerű, Felfedezés. Ünnep most nekem is, és valóban nagyon hálás vagyok azért, hogy eljöhetett ez a nap, és mindenkinek, aki ebben közreműködött, hogy a kötetem létrejöhessen, és aki eljött ide ma, illetve aki bármilyen szinten érdeklődik iránta. Családi tradíció, mondhatjuk, igen, egyrészt valóban édesapám költő volt, bár nem szándékosan követtem őt, de valahogy ez az írás, az írói vonal, ez valóban úgy éreztem, hogy megvan bennem, működik nálam. Jankú Laura József Attila Díjas költőként azok közé tartozik, akik hitelesen meg tudják ítélni egy lírikus kezdődő pálya ívét. Nos, Laura a kortárs magyar költészet megkerülhetetlen alakja számára is egy olyan pályakép első pillanatait hozta el ez a kötet, amely kivételes jövőképet sugall. A kezdőknek az egyik legnehezebb leküzdendő vagy megnyerendő feladat az, hogy megtalálni a saját hangot abba a sokszínűségbe, abba a gazdagságba, amiben beleszületik, akár egy családi örökség, akár egy megyei, vagy egy kortárs hang, és hogy azon belül megtalálni a saját hangot, és a Juditnak egy szinte megmagyarázhatatlan eredeti hangja van. Bobori Zoltán számára költőként, szépíróként és mindenekelőtt a Vörösmarty Társaság elnökeként is megható volt szembesülni azzal, hogy a fájdalmasan korán elhunyt fehérvári költőikon Bokros János lánya, Judit, a messzeségekbe tekintve mutatja meg nekünk verseivel az emberit, a gondolatok mindenek felettiségét. Nagyon fontos és nagyon nagy öröm. Azt mindig hangsúlyozom, hogy a Vörösmarty Társaság összes rendezvénye, ami irodalomról, költészetről, versekről szól, az nekünk ünnep. Tehát ez most többszörösen is az. És hát nagyon örülök, hogy említetted Bokros János nevét, mert valamennyien örülhetünk annak, hogy Bokros Judit az ő nyomdokaiban lép. Bakonyi István az est József Attila Díjas házigazdája számára is tanulságos volt ez az este, hiszen az irodalomtörténész szeme, szemlélete a mélyről fakadó igaz felismerésében társulhatott azzal a felismeréssel, ami gyaníthatóan mindenkiben felötlött, költő született. Örömmel vettem a hírt akkor, amikor megtudtam, hogy Judit is ír verseket. Abhoz a szellemi köröz tartozik egyébként, aminek a vezér ereje Petőc András, hiszen az ő íróiskolájába járt néhány évvel ezelőtt, és kétségkívül, hogy ki dolgozott magának olyan sajátos hangot, amiben a tömörség, a lélek belső útjainak a föltárása, a külvilágra adott reflexiók egyaránt fontosak. Egyetérthetünk Petőc Andrással, Judit mesterével, aki úgy fogalmazott, költészet a sajátos szemüveg, rajta keresztül felfedezzük mindazt, ami az ő világa és ami valóságunk.